tongued in rhyme. Everyone saw a big clock ticking nose. Szerintem beszélünk arról, hogy borokat ételekkel kóstoljunk, amit én magam nagyon élvezek, de borokat sose szoktak zenéhez kóstolni, pedig hát ez szerintem egy tök fontos dolog. És minden borhoz az adott helyzetben más zene illik. Nem tudom azt mondani, hogy ehhez a borhoz ez a zene illik, hiszen attól függ, hogy a hajón iszom, vagy a szőlőbe, vagy délbe, vagy a barátokkal, vagy a családdal, vagy a kedvesemmel például. Itt nem biztos, hogy kitűnik olyan szembetűnően a bio, bio valósága, de hogyha egy azonos termőhelyről azonos fajtát kóstolunk, akkor biztos, hogy kitűnik egy bornak a koncentráltabb beltartalma, mivel sokkal kevesebb termést takarítunk be, a borral nem végzünk annyi kémiai derítést, semmilyen pluszanyagot nem viszünk be, és így a természetes ászokordózamat érződik rajta, valamint a fajta jellegek jobban kijönnek a borból. Úgy kezdtem el borászkodni, hogy volt egy nyár, amikor a egyetemre jártam, és a nyári szünetben elég sok bort sikerült megkóstolnom. És arra gondoltam, milyen, ez így már jó, milyen érdekes lehet, hogy megy bele a bor a palackba. És akkor még az egyetemi gyakorlati idő előtt álltam, és úgy kerestem gyakorlati helyet, hogy akkor borral tudjak foglalkozni. És így kerültem egy borászatba, és nagyon megtetszett, hogy ez egy milyen kreatív szakma. Jó kellett csöveket húzni, meg fejteni, meg szűrni, meg palackozni, de hát ez élveztem, tetszett nagyon. Ez volt ugye a fizikai része, meg a betonulás része. És aztán így benne maradtam, most már nem én fejtek, meg nem én szűrök, de ha kell, akkor beállok bárhova. A teritorium behatárolja a lehetőségeket, és én úgy érzem, hogy sajnos senki nem tud kibújni a bőréből. Tehát, hogyha egy olyan vidéken termel vörösbort, ahol nem igazán erre alkalmas a terület, akkor akármilyen jó borász és jó szakmailag nem igazán tudja kihozni belőle azt a maximális lehetőséget, ami a nagyon jó színvonalhoz kellene. Sajnos a szőlő, a terület az behatárolja a lehetőségeket. Angol borászok vizsgálták azt, hogy a Cabernet Franc-nak melyik a legjobb területe, amin a világon lehet termelni, és ebből kijött az, hogy a villányi borvidék az, ahol a Cabernet Franc, ami ez a Latour nevezetű bor is Cabernet Franc-ból készült 100%-ig, a világon a legjobb termőterülete a Cabernet Franc-nak van. Mindenki ma Magyarországon arra próbál koncentrálni, hogy az ő házatáján menjenek rendbe a dolgok, és a külvilág pedig egy másodlagos dolog. Én azt gondolom, hogy a borászoknál is mindenki saját borászat, saját traktor, saját présben gondolkodik. Hogyha kicsit néhányan összefognánk, akkor talán előrébb lehetne jutni.